A Sunnyplant Kft. 1991-ben alakult, magyar tulajdonban lévő kisvállalkozás. 2006 óta foglalkozik kutatási, fejlesztési tevékenységgel a mezőgazdasági biotechnológia, a talajmikrobiológia területén. Fő kutatási területe a mikrobiális talajoltóanyagok fejlesztése, hozamnövelésre, növényi növekedés serkentésre, talajerőpótlásra, illetve biológiai növényvédelmi eljárásokat is fejlesztünk, elsősorban a szántóföldi növénytermesztés részére. Agrárkérmikus mérnök és mezőgazdasági genetikai szakmérnök vagyok. Szakterületem a talajmikrobiológia, ezen belül elsősorban a nitrogénkötő talajbaktériumok kutatásával foglalkozom, illetve a növénybaktérium kölcsönhatások vizsgálatával. Doktori disszertációm is ehhez a területhez kapcsolódott szorosan. A témája egy a talajoltóanyag fejlesztés szempontjából igen fontos baktérium, nitrogénkötő és növényi növekedés serkentő baktérium, az Azospirillum tanulmányozása volt. A baktérium és a növény gyökere közötti molekuláris kommunikációt tanulmányoztam. Közel 30 éve dolgozom a szakmában, hosszú évekig tanítottam a Szent István Egyetem biotechnológia és molekuláris genetika tanszékén, ahol a 90-es évek közepén kezdtük el tanulmányozni az Azospirillum baktériumokat talajoltóanyag fejlesztési szempontból, hazai viszonylatban az elsők között. Majd később dolgoztam a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetben, és 2009-től a Sunnyplant Kft.-ben vezetem a cég kutatási fejlesztési munkáját. Kutatásainkban szorosan együttműködünk a Biofil Kft.-vel, akinek stratégiai partnere vagyunk. Olyan új típusú mikrobiális talajoltóanyagok fejlesztésében veszünk részt, amelyeket célirányosan alacsony termőképességű vagy leromlott mezőgazdasági területekre szánunk. Ide tartoznak például a talajkémhatás, sókoncentráció, vízmegtartó képesség, talajszerkezet szempontjából kedvezőtlen talajok. A talaj nem szimplán egy termesztőközeg, amelyben a gyökerek megkapaszkodnak, illetve a növényeket ellátja tápanyagokkal. Elképzelhetjük, hogyha a kezünkbe veszünk egy marék talajt, abban annyi mikroorganizmus él, amennyi a föld népessége. A talaj tehát egy rendkívül összetett, komplex élő rendszer, amelyekben versengések, együttműködések zajlanak az apró kis élőlények milliárdjai között, egy egészen finoman hangolt, molekuláris szinten zajló kommunikáció folyik. Ez tartja egyensúlyban a talaj élő rendszerét. Hogyha ebbe a rendszerbe beavatkozunk helytelen talajműveléssel, vagy műtrágya használattal, peszticid használattal, ez a nagyon sérülékeny, finom hangolás összeomlik, és a talajélet pusztulásnak indul. Számos mikrobiológiai folyamat a talajban a növényre nézve kimondottan kedvező. Így például a nitrogénkötők, az ásványi mobilizáló baktériumok tápanyagokkal látják el a növényt, de ide sorolhatjuk a tarlóbontásra képes gombákat és baktériumokat is. A talaj mikroorganizmusok közül számos olyan hormonokat is képes termelni, amelyekkel a növény fejlődését, növekedésének serkentését tudják kiváltani. A mikorriza gombákkal való együttélés a növény természetes ellenálló képességét fokozza. A sziderofor termelő baktériumok el tudják nyomni a talajban a kórokozó gombákat, baktériumokat, vagy említhetjük például azokat a baktériumokat, amik speciális tokanyagokat képeznek, és ők felelősek a porózus, jó víz és levegő háztartású talajok fenntartásáért.
A talaj mikroflóra önmagában is táplálékkészletként is szolgál a növényeknek. Irodalmi adatokból tudjuk, hogy egy jó mikrobiológiai élettel rendelkező talajban egy hektáron mintegy 20-30 tonnát tesz ki a mikroszkópikus élőlényeknek a tömege, hogyha a talaj felső 40 cm-es rétegével számolunk. Ebben a biomassa tömegben csak a nitrogén is több száz kiló mennyiségben áll rendelkezésre, szerves kötés formájában, és a tápelemek körforgása révén, az ásványosodás folyamatában alakul át a növény számára felvehető nitrogén forrássá. De nem csak a nitrogén, hanem gyakorlatilag az összes makrotápelem, mezo- és mikroelem megtalálható ebben a mikroflóra biomasszában, mint táplálékforrása növények számára. Sajnos manapság a mezőgazdaságilag intenzíven művelt talajokban ennek a mikroflóra tömegnek már csak töredéke található meg. Azt is tudjuk irodalmi adatokból, hogy például Európában a talajpusztulás mértéke 17-szer nagyobb, mint a természetes talajregenerációjé, Kínában pedig 57-szer nagyobb a talajpusztulás, mint a talajregeneráció. Cégünk elsősorban olyan stressztűrő nitrogénkötő baktériumok után kutat, melyek ilyen talajon hatékonyan képesek szaporodni, illetve működni. Az elmúlt évek munkája eredményeképpen elmondhatjuk, hogy hazai viszonylatban egyedülállóan rendelkezünk egy stressztűrő nitrogénkötő baktériumokból álló törzsgyűjteménnyel. A biofil termékcsalád fejlesztése a korábbi talajoltóanyagokhoz képest egy egészen új elgondoláson alapul. Cégünk a kutatási elgondolástól a fejlesztés teljes folyamatában részt vett a laboratóriumi kísérleteken keresztül egészen a tenyészedényes növényoltásokig. A talajmikrobiológia tudománya régóta ismeri, hogy a különböző kémhatású talajok mikroflórája egymástól jelentősen eltér. Ezért nyilvánvalóan adódott a gondolat, hogy ha mi egy savanyú vagy egy lúgos talajon tényleg hatékonyan működő oltóanyagot szeretnénk fejleszteni, akkor az ezekben a talajokban természetesen élő, rájuk jellemző mikroorganizmusok közül kell szelektálnunk az oltóanyag törzseket. Így a stressztűrő nitrogénkötő baktériumokat is úgy izoláltuk, hogy az ország különböző területéről származó, savanyú, lúgos, sófelhalmozódásos, szikes talajmintákat gyűjtöttünk, és ezekből végeztük a baktériumok izolálását. A stressztűrő nitrogénkötő baktériumok izolálásához egy egyedi technikát dolgoztunk ki. Speciális lágyagar táptalajba oltunk talajrögöket, gyökérdarabkákat. A lágyagarban alkalmazunk szelekciós nyomást, ilyen lehet például az erősen savanyú vagy lúgos kémhatás, a nagy sókoncentráció. A lágyagar fölött az ampullában pedig megfelelő összetételű gázkeverékkel biztosítjuk a megfelelő atmoszférát. Ilyen körülmények között növesztve a talajrögökben lévő nitrogénkötő baktériumok speciális a rájuk jellemző növekedési mintázatot mutatnak a lágyagarban. Ez nagy segítségre van nekünk a baktériumok izolálásához. A nitrogénkötő törzseink sok esetben egyéb más, a növény számára szintén hasznos tulajdonsággal is rendelkeznek, így például növényi növekedés serkentő hormonokat termelnek, vagy egyes nitrogénkötő törzseink ásványi foszfát mobilizálásra is képesek. Itt látható egy olyan nitrogénkötő törzs, amely ásványi foszfát termelésre képes, szerves savakat termel, ezt a táptalajban lévő pH indikátor segítségével tudjuk kimutatni, amit az indikátor piros színnel változása mutat. Cégünk kutatási területéhez tartozik a szója és a borsó gyökerén élő gümőképző rizóbiomoknak a kutatása is, így kapcsolódunk a biofil szója és a biofil borsó termékek fejlesztéséhez is. Vizsgálati rendszerünk alkalmas
a rizóbium és a bradirizóbium törzsek stressztűrő képességének a mérésére. Ezen kívül vizsgáljuk a törzsek gümőképzési képességét és nitrogénkötő képességét közvetlenül az oltott növényen lévő gyökérgümőben. Vállalkozásunk kutatásokat folytat a biológiai növényvédelem területén is. Foglalkozunk olyan talajmikroorganizmusokkal, amelyek gátló hatással rendelkeznek szántóföldi kórokozó gombákkal szemben, így például a fuzáriumokkal, botritisszel, alternáriával, szklerotinia gombákkal szemben. A kórokozó gombák elnyomásának különösen nagy jelentősége van a tarlókezeléskor, hiszen az előregedett növényi maradványok általában kórokozó gombákkal erősen fertőzöttek, ezért ezek a kutatási eredmények fontos szerepet játszottak a biofil szárbontó termék fejlesztésében. Itt láthatjuk a biofil szárbontó termék tesztjét egy fuzárium kórokozó gombával szemben. A szárbontó készítményt a szántóföldön alkalmazott dózisnak megfelelően szélesztettük a táptalajra, és a táptalajt beoltottuk a kórokozó gombával. A tartamkísérlet mintegy 60 napig tartott, és láthatjuk a kísérlet végén, hogy a kontrollemezen, amit nem kezeltünk a szárbontó készítménnyel, a gomba erőteljesen tudott növekedni, vastagon benőtte a táptalajt. Ezt ha összehasonlítjuk a kezelt lemezzel, látjuk, hogy a szárbontó készítmény erősen gátolta a gomba növekedését, hiszen csak a táptalaj közepén látunk egy kis felnövekedett gombatömeget. Hasonló tartamkísérleteket végeztünk, botritis, alternária, aspergillus és szklerotinia kórokozó gombákkal is. A Biofil Kft.-vel közösen foglalkozunk talajban élő rovarlárva kártevők, a kukoricabogárlárva, illetve a cserebogár pajor elleni hatékony védekezési eszköz fejlesztésével is. Kártevőkkel fertőzött szántóföldekről izolált, rovarölő képességgel rendelkező talajbaktériumok toxinfehérjéit vizsgáljuk. A baktériumok spóra toxinkristály preparátumait kutatjuk, illetve különböző fehérje elválasztási technikákkal toxinfehérjéket keresünk. Fontos munkaterületünk a DNS alapú talajoltóanyag diagnosztikai rendszer kidolgozása. Nemesített oltóanyagaink DNS állományának speciális, rájuk jellemző, úgynevezett egyedi polimorf DNS szakaszait keressük, azokat izoláljuk polimeráz láncreakciós DNS amplifikációs reakcióval, majd ezekből a DNS szakaszokból molekuláris új lenyomatot készítünk az oltótörzs számára. Ezek a molekuláris új lenyomatok mintegy személyi igazolványként szolgálnak az oltótörzs részére, illetve felhasználhatók az oltóanyagnak az oltott talajban lévő viselkedésének a vizsgálatára is, az oltóanyagban való fölszaporodására, a gyökérzóna, illetve a talaj kolonizációs képességének a vizsgálatára. Korábbi kutatási területünk volt a talajbaktériumokat és mikorriza, azaz gyökérpótló gombákat tartalmazó komplex talajoltóanyagok fejlesztése a szántóföldi növénytermesztés és az erdészet részére. A növények együttélése mikorriza gombákkal segíti a növény tápanyagfelvételét, stressztűrő képességét, nehézfémtűrő képességét, és javítja jelentősen a növény vízháztartását, vagyis szárasság tűrését. Az elmúlt években több jelentős pályázati támogatást nyertünk, részben hazai, részben Európai Uniós forrásokból, így például a Kozma László, a Jedlik Ányos, az Eurostars vagy a Baross Gábor programokban, illetve a Biofil Kft. Vezetésével pályázva a közép-magyarországi operatív programokban. Jelentősebb együttműködő partnereink a Szent István Egyetem és a Debreceni Egyetem Növényvédelmi és Agrokémiai Intézetei,
folytattunk közös kutatást már a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Növénynemesítési Intézetével, illetve a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti és Biotechnológiai Kutatóintézeteivel. A laboratóriumi vizsgálatokban jól szereplő baktériumtörzsek tenyészedényes kísérletbe kerülnek növényszobában. A növényszoba szabályozott szellőztetésű, hőmérsékletű és megvilágítású. A kísérletek különféle talajokban folynak, a talajok kémhatásban és kötöttségben különböznek egymástól, így a kísérletekben részt vesznek csernozium talajok, szoloncsák talajok, réti öntés talajok, savanyú barna erdőtalaj, csak hogy a fontosabbakat említsem. Általában kukoricán, őszi búzán, tavaszi árpán és szóján folynak a növényoltási kísérletek. A kísérletekben vizsgálhatjuk egyes oltótörzsek hatását a növények biomassza termelésére, a kelési erejére, a növekedési erejére, és mérni tudjuk a hajtás és a gyökértömeget. Oltásokat nem csak egyedi törzsel végezhetünk, hanem törzskeverékekkel is. Ilyen módon kísérletekkel optimalizálhatjuk a komplex, több komponensű oltóanyagok fejlesztését.